Érzi magát itt jó fokon. First I liked to stay in Sivfok. I liked the city, I liked the people, I liked the club. Nagyon jól érzem magam itt Siófokon, nagyon tetszik a város, nagyon szeretem az embereket, nagyon barátságosak. Az edzésekre is mindig örömmel jövök, mert a játékosaim is nagyon motiváltak és jó közösséget alkotnak. Ez az első 6 hónap, amit itt eltöltöttem, ez egy új kezdet, úgyhogy nagyon jó benyomásokra tettem szert Siófokon. Egy skandináv ember mennyire tart mondjuk keményebb edzést, mint mondjuk egy nem skandináv kollégája, ha erről beszélne egy picit? Oh, I have. What can I say? I have been trainer in 16-18 years now, and 18 éve vagyok már vezetőedző, és amikor idejöttem Magyarországra, azért némileg változtattam a skandináv stíluson, és próbálok ilyen mix egyveleget létrehozni. Próbálom a pozitív dolgokat kiragadni a skandináv stílusból, és a pozitív dolgokat kiragadni a magyar stílusból, és ebből próbálni egyfajta edzésmunkát végezni. Nagyon tetszik a játékosaim hozzáállása, mindenki nagyon motivált, mindenki szeret jönni edzésre. Úgy gondolom, hogy én sokkal nyitottabb vagyok az átlagnál, és azt érzem, hogy a játékosoknak szüksége van arra, hogy tudjanak beszélni az edzőjükkel, tudjanak őszintén elmondani dolgokat, és ezáltal közelebb vagyunk egymáshoz, és ez a pályán vissza fog köszönni. Nagyon sikeres a csapat itt van, ugye most a harmadik helyen állnak a tabellán, illetve bent vannak az EHF kupában is. Mi a sikernek a titka? The first one, you see, the first day I come here, we have very good feeling, a very good step. Not the last 3 months, the first day I come here. Az első naptól kezdve, hogy ideérkeztem, borzasztóan jó benyomásom van Siófokról. Komoly tervekkel jöttem ide annak érdekében, hogy miként lehet sikeres ez a klub a jövőben. Minden edző szeretné megnyerni a következő meccset, és rövid szakaszokban gondolkodik, de én itt szeretnék valami maradandót és tartós sikert elérni. Ennek érdekében úgy dolgozunk, hogy a játékosok lépésről lépésre, támadásban, védekezésben, a játék minden elemében napról napra fejlődjenek. Természetesen nagyon fontos, hogy mérkőzéseket is nyerjünk. Az elmúlt 3 hónap eddig nagyon jól sikerült, de egyelőre ilyen 65-70%-os állapotban van a csapat. Rengeteg potenciál van még a lányokban, és nagyon sokat tudunk még fejlődni. Az a legfontosabb, hogy a fejlődés jelei minden nap megmutatkozzanak. Aguilar! És egy gól! Egy Siófokon egy nagyon-nagyon stabil hátterű csapat működik. Mi ennek az oka, hogy itt ennyire jók a feltételek? Igen, szerencsére most már jó pár éve azt tudom mondani, hogy teljesen stabilizálódott és teljesen egyenes vonalúan, egyenletesen fölfelé ível a kézlabda klubnak nem csak a szakmai teljesítménye, hanem a gazdasági háttere is. Ez teljes mértékben Fodor János ügyvezető igazgatónak köszönhető, akit a kézlabda klubnak tulajdonképpen az első embere. Neki köszönhető mindez, tulajdonképpen a gazdasági stabilitásunk. Jelenleg még itt vagyunk ebben a csarnokban, de itt elkezdett egy új csarnok épülni, ami most jelenleg áll. Mi ez a helyzet, ez az új csarnok? Mennyire várja már a csapat, hogy oda átköltözhessen, beköltözhessen? Mindenki várja, tehát mindenkinek ez a célja. Tulajdonképpen mi egy kényszermegoldás miatt kényszerülünk a Beszédes József Általános Iskola tornacsarnokában kézlabdázni minden hétvégén, vagy a második hétvégén. Az új csarnok, a Kiszilárd Sportaréna jelen pillanatban szerkezetkész állapotban van, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen a belső munkálatok és a további fejlesztések ugye még előttünk vannak. Én azt gondolom, hogy ez 2016 nyaráig mindenképp véglegesedni fog. Miért áll most egyébként? Mi az oka ennek? Hát ennek az oka igazából elég összetett, tehát hogy erre nem nagyon tudnék én sem, mint sportigazgató erre válaszolni, nem abszolút nem az én kompetenciám ezzel foglalkozni. Amit én látok, az, hogy nagyon szépen elindult, és nagyon szépen áll most tényleg, és látni a szerkezetet, és gyönyörű szépen néz ki. Én nagyon bizakodó vagyok, ahogy itt mindenki más is, hogy nyárra ezzel fog készülni. Mint sportigazgató, mit gondolsz, egy új csarnok még nagyobb lendületet adhat egy csapatnak, vagy mit jelent majd ez egy csapat számára? Abszolút, én azt gondolom, hogy ez egy olyan motiváló erő lehet a játékosok számára, hogy illetve az átigazolási politikában is megjelenik az, amikor egy játékossal mondjuk leül az ember és tárgyal és beszélget, hogy egy olyan tervet tud nekik vázolni, egy olyan jövőképet tud eléjük tenni, amivel sokkal vonzóbbá tudja tenni esetleg a várost is, illetve magát a létesítményt, hogy ide igazoljon. Ha már igazolások, nyáron történt nem is egy, milyen játékosokat hoztatok ide Siófokra? Sok külföldi játékos érkezett most Siófokra.
Aminek nagyon örülünk, mert ezzel sokkal színesebb lett a csapat, és sokkal aktívabb, és azt gondolom, hogy az eredményekben is tükröződik ennek az egésznek a pozitív hatása. Nyelvi nehézségek voltak az elején, ezt nem tagadjuk, viszont most már az látni, illetve azt hallani, hogy akár kézzel, akár lábbal minden szinten megértetik egymást a lányok, illetve az edző is egymásra. Emeljünk ki néhány fontos játékost a csapatban, akire mondjuk alapoz az edző? Hát ez egy csapatjáték, ezzel kezdeném, tehát hogy itt egyéneket kiemelni ki lehet, de tulajdonképpen azért tud kiemelkedni az egyik, mert a másik nagyját tudja őt tenni, illetve a harmadik, aki esetleg nem is játszik a mérkőzésen, ugyanúgy fontos az ő edző munkája, illetve az, hogy a pályának ki el tud érni egy eredményt, az nagyon nagy mértékben köszönhető a társaknak, egy csapatjátékról van szó. De ha mindenképp ki kell emelni, én azt gondolom, hogy Asma Elgaui egy nagyon-nagyon komoly igazolás volt, amit egyébként tudtunk is előtte, tehát Krisztián Dalmozéval edzőnkkel megnéztük őt még a budapesti Bajnokok Ligája 4-es döntőn, ahol nagyon-nagyon pozitív hatásokat tett ránk, benyomást tett ránk, és még ott beszéltünk is vele, de hát nem szabad elmenni szó nélkül a két spanyol válogatott mellett sem, illetve a cseh válogatott játékosunk mellett sem. Tehát sok olyan színes egyénisége van most a Siófoki Kézlabdaklubnak, akik tovább lendítik a csapatot. Jó eredmény, jó csapat. Meg is mutatkozott, ugyanis az EHF kupában is nagyon jól szerepel a siófoki csapat. Mit gondolsz, milyen helyezést fognak ők elérni, hogy állják meg majd ott a helyüket? Jó kérdés, nagyon nagy mértékben függ a sorsolástól, ami egyébként egy pár óra múlva lesz pont aktuális. Nagyon remélem, hogy közeli csapatot fogunk kapni. Ugye az utazás miatt ez egy jóval könnyebb dolog, a játékosokat annyira nem terheli meg, ugyanis januárban nagyon-nagyon sok mérkőzésünk van. Szerda-szombat ritmusban kell kézlabdázni több héten keresztül, ami azért nagyon komolyan igénybe veszi a játékosoknak az erőnléti dolgait. Mennyire szeretik a siófokiak, vagy ugye unblock a nézők a siófoki csapatot? Mennyire érdeklődnek iránta? Érdeklődnek, és ez egy nagyon-nagyon jó dolog, mert akárhányszor megyünk meccsre, illetve vagyunk kimegyünk a csarnokban, mindig telt ház van. Örömmel látjuk, hogy az embereket érdekli, és nem csak a pályán mutatott teljesítmény, sokszor érdeklődnek azon is, hogy a lányoknak hogy tetszik a város, mennyire tudtak beilleszkedni, mi a véleményük a Balatonról, és egyébként ezt büszkén állíthatom, hogy mindenki odáig van és vissza, hogy ez gyönyörű ez a hely. Edzőnek mekkora szerepe van, hogy ennyire sikeres a csapat, mint gondolsz, mint sportigazgató? Én azt 100%-ig biztos vagyok benne, hogy ugyanolyan fontos láncszeme egy csapatnak, mint mondjuk egy játékos, hanem sokkal fontosabb. Nagyon fontos az ő mentalitása, nagyon fontos az ő pozitív kisugárzása, és fontos az, hogy az a stílus, amit ő képvisel, ez az északi skandináv stílus, ez átragasztódik a magyar játékosokra is, és valahogy kiegészíti ez a kettő egymást. Sokszor kicsit pesszimistábbak a magyar emberek, és sokszor egy picit az utolsó pillanatokban a koncentráció egy kicsit alább hagy. Ezekben a pillanatokban nagyon jól tud jönni egy olyan másfajta mentalitás, ami ezt pont kiegészíti, és ez a kettő együtt tud nagyon sikeres lenni.